ebből a magaslatból. Ivan Dóherceg megtekinti a hősi utat, ami előtte áll. Szia! Uram, jól vagy? Igen, csak... Mógus! Mógus, uram? Igen, Bert, ahogy azt mondtam, mógus! Bizony, uram, no de az esésed... Esés? Bert! Mármint a hősies ugrásod, elhozott minket a Vörös Mókus királyságba. Aha! Az meg mi? Mármint gondolom, az lesz az, nem, de? Az enyém! Én láttam meg előbb! Íme! Upszika! Íme, itt van a bajnokotok! Hurrá! Megvan az egy igaz makk! Hurrá! Oh-oh! Jaj, ne! Micsoda, Kár! Hát, hogy nem igaz! Csalódott vagyok! Bravo, uram! Ha bár nem nagyon rejtették el... Ne! Utat a hercegnőnek! Királyság legszerencsésebb mókusa? Ivan Dóhercegnek hívnak, hős, harcos, és a mai napon a makk megtalálója. Becsap a szemem, vagy tényleg nem vagy mókus? Kicsit sem vagyok az. Büszke ifjú szarvas volnék. Senki sem tökéletes. A menekülés nem jöhet szóba. Látom. De ha ő nem akar hozzád menni, talán szabadjára enged. De miért mondana nemet? Hercegi herceg volnék. Igaz, uram, de csak így vehetjük elejét a násznak. Ezúttal hercegietlennek kell lenned. Mostantól Ivendó herceg nincs többé. Bemutatom neked Alvendót. Bocsánat, nem. Dodo, milyen varázslatos a szerelem. Nekem teljesen semleges. Kik azok a nagyképű balgák? Ők az én anyukám és apukám, Mészdió király és Pamacsfar királyné. Rá! Ne nézzetek! Megtiltom nektek! Még nem szabad ám! Tudom, hogy akarod! Jól van, nem tiltom meg! Legeltesd a szemed! Nem izgulsz, ugye, Dodo? Érzed ezt, Bert? Tudod, mi ez? Szabad... Nem, Bertie, a szabadság! A szabadság édes illata. Nincs verem vagy hercegnő a földön, aki fogságban tarthatná Ivan Dóherceget. Nincs, bizony, uram. Szabad szarvas vagyok. Halld hangomat. Szia!